Fonos félisten, Csepreg Gyula. Üdvözöllek, Gyulán. Hogy érzed magad itt az A3 televízió stúdiójában? Köszönöm szépen. Ezután, a bevezető után, üdvözöllek, dicső Miksa, olyan szép vagy, mint egy riksa. Jaj, aranyos. Istenem, nem tudtam, hogy szövegeket is írsz. Ez most jött, a félisten meg a egyéb istenek után jött. Aha. Megmutatnád egy pillanatra, hogy miről is lesz ma szó? Arra gondolok ott. Tulajdonképpen amiről ma szó lesz, az ez. Ez egy szaxofon. Hogy kerültél vele kapcsolatban? A szaxofonnal? Mm-hmm. Hát ennek hosszú sora van. Tulajdonképpen úgy kezdeném, hogy én annak idején gyerekkoromban fuvolázni kezdtem el tanulni, egész pontosan furujázni, mert elég kicsi volt még a kezem, és nem érte át a fuvolát. És akkor egy évig furujáznom kellett. És ez azt hiszem olyan 6 éves koromban, vagy így valahogy lehetett. És aztán utána egy év múlva fuvolát kaptam a kezembe. Messze véletlenül, mert ennek van egy kis családi tradíciója, vagy ilyesmi. Ugyanis az én nagyapám nagyon jó muzsikus volt, és fuvolázott is, meg furujázott, meg egy csomó mindent csinált. Jazz játszott ő is? Nem jazz játszott, ő mindenfélét játszott egyébként. Uh-huh. Még Párizsban is volt kinn, és játszott a Rigó Jancsival többek között, vagy itt tudom én, ez rengeteg sztorim van róla, akarsz sztorikat? Légy szíves, ezt már egy év kérni akartalak. Én sajnos őt nem ismerhettem, mert pont nem találkoztunk, amikor ő elment a következő életébe, én akkor jöttem bele ebbe, és hát a nagymamám, aki viszont 93 éves koráig élt, és akit imádtam, és aki az utolsó pillanatig verseket írt meg, egy isteni fej volt, olyan igazi nagy ide, olyan nagyon jó fej, rengeteget mesélt róla, és többek között azt is mesélte, hogy a nagyapámnak az édesapja egy igen szigorú ember volt, és nem nézte ezt a zenedolgot jó szemmel, és ezért aztán mindenfélével tiltotta, szóval elzárta a ruháit a nagyapámnak, meg nem tudom én, aki egy ilyen hosszú lóden kabátban ennek ellenére kiszökött játszani, és egész este folyt róla a víz, és kérdezik, Gyula, miért nem veszed le a kabátod? Az nagyon jó így, köszi szépen, és játszott a zenekarra, egy ilyen hosszú lóden kabátban. És többek között a nagymamám családja se örült egy ilyen kapcsolatnak, úgyhogy ezért a nagymamámat elszöktette úgy, ahogy voltak, és elmentek Párizsba. Uh-huh. Úgyhogy a nagybátyám ott is született, apám ott járt óvodába, mit tudom én, szóval, és ott rengeteg sztorit mesélt a nagymamám, és többek között azt mesélte, hogy egyszer a párizsi szimfonikus zenekar, valamelyik szimfonikus zenekarnál, talán a legnagyobbnál, nem tudom, mindesetre kínálkozott egy állás, ott dolgozott egy barátja, aki mondta, hogy hát Gyula, itt most, mert ugye nagybőgőzni is tudott a nagyapár, szóval mindenféle tudott, egyet nem tudott trombitálni. Uh-huh. Az állás, amit felkínáltak, az trombitás állás volt. Ennyit tudott segíteni a barátja, hogy mondta, hogy hát 3 hét múlva lesz ez a próbajáték. Itt van az a 3 darab, amit most a következő időszakban műsorra fog kerülni. Ennek a 3. vagy nem tudom, 3. trombita stímjét, abból lesz a próbajáték, azt el tudom neked hozni, kicsempészem. Ha azt meg tudod tanulni 3 hét alatt, akkor te jössz, ha nem, akkor nem. Uh-huh. Hát szerzett valahonnan egy trombitát egy másik barátjától, és aztán fuvolista lévén úgy tanult meg semmi más nem tudott meg trombitálni, de ezt a 3 darabot úgy, hogy először elfuvolázt, hogy hallja, hogy miről van szó, mert fogalma nem volt, hogy kell nyomkodni. Aztán fél után valahogy 3 hét alatt ezt a 3-4 szólamot ezt megtanulta, elment a próbajátékra, megfelelt, nem is volt semmi probléma, amíg az a darab ment. Amikor jött a következő darab, akkor egyszerűen csak felállt, elegánsan meghajott, és azt mondta, hogy uraim, én nagybőgős vagyok, de addigra már annyira megszerették a zenekarban, hogy ott maradt, és mindig valahova beült, ha fuvolista kellett fuvolázni. Te is ilyen hamar tanultál? Igen. Na és az ő hatására kezdtem tulajdonképpen fuvolázni. Mi volt az első olyan jellegű darab, amit mondjuk már szaxofonon tanultál meg? Milyen jellegű szaxofonozást tanultál te annak? A kis Gyula milyen jellegű szaxofonozást tanult? Én akkor már nem voltam annyira kicsi, igen? Mert én egészen 15 éves koromig fuvoláztam, amikor is úgy döntöttem, hogy abba hagyom. Ennek az volt az oka, hogy láttam, hogy
ott ezek a konzisták, ezek éjt-nappal átéve ott vannak a zeneiskolában, és engem azért érdekelt már más is. Sajok, buli, tudod, ezt én nem akartam csinálni, és úgy döntöttem, hogy leteszem a lantot. Ez egy évig sikerült, amikor is lett egy olyan barátnőm, aki énekelt egy ilyen rockzenekarban. Ez mindez Miskolcon történt, én miskolci vagyok eredetileg. És elment egy ilyen rockzenekarba énekelni, és ott az volt egy ilyen szóló gitáros, akire én baromi féltékeny voltam. És addig kavartam, hogy valahogy bekavartam magam a zenekarba fuvolistának meg énekesnek. És így követtem elő megint a fuvolát, de aztán ott ilyen Nazareth, meg Pink Floyd, meg ilyen számokat játszottunk, és ott a fuvola szólam az ilyen... És fél óráig egy hang, és én ezt úgy untam, és elkezdtem variálni. Mire ez az ominózus szólógitáros azt mondta, hogy menj a fenébe jazzt játszani, hogyha ennyire variálsz. És mondom, tudod mit, el is megyek. És akkor ott volt egy művelődési ház, ahol hallottam, hogy működik egy jazz trió, és vasárnap délutánonként próbálnak, én bekopogtam hozzájuk, és mondtam, hogy nem kellene nektek egy fuvolista. Azt mondja, dehogy nem, émolba vagyunk, gyere. És akkor elkezdtem játszogatni, és így kezdtem el tulajdonképpen foglalkozni, és majd ezek később rádumáltak, hogy a fuvola az, azért az nem hangszer, azért a szakszofon az az igazi, és aztán ennek hatására kezdtem el szakszofon. A régmúlt idők... kell egy kicsit talán egy kontrasztot állítunk fel. A jelenlegi időt, van egy bejátszásunk, ezt nézzük meg, hogy vigyázzunk be az inline, hogy bemutassuk, hogy milyen zenét játszik az inline. Oké. Okay. Thank you.
Hát ez az inline. Ez az inline. Miközben néztük, az jutott eszedbe, hogy is szólt ez a szakszofon. Most ez baromi jól szólt ez a szakszofon. De hogy szólt régen? Annak idején, amikor a kezembe vettem először. Megpróbálja a vírust rá? Nem, próbáld meg. Na jó. De nem volt ennyire megmunkált. Milyen zenekarban, melyik zenekarban követtél el ilyen szakszofonozást? Hol történt ez? Hát, körülbelül, hogy kronológiailag hova tendálható ez a... Ez az MB Jazz Combo volt, ami azért volt MB, mert a Molnár Béla ifjúsági házba kaptunk próbahelyet. És hogy ki volt ez a Molnár Béla, ezt nem tudom. De minden esetre az ő nevét viseltük, és hihetetlen energiákkal játszottunk egyébként, szóval nagyon nagy lelkesedéssel. De mondom, a szakszofon az körülbelül így szólt. Hát én gondolom, hogy a többiek is valami ilyesmik voltak, vagy lehet, hogy jobbak, nem tudom. De minden esetre mindenkinek tetszett, teljesen mindegy volt. És teljes, ami érdekes dolog, teltházak előtt játszottunk, és iszonyatos lelkesedés volt. A közönség is nagyon nagy ováció, örökké, szóval én... Felhő volt, nagyon jó, röpültünk állandóan. Ez körülbelül hány szavak kérdeznem ilyet? Ez a mondjuk a 70-es évek közepére tehető ez a dolog. Aztán későbbi zenekarok? Hát aztán később sikeres érettségi vizsgát tettem. Majd úgy döntöttem, hogy itt most már ez nem pálya, hogy Miskolcon így szakszofonozzak. Ez még Miskolcon történt. Ez még Miskolcon. Úgyhogy felültem a vonatra, a szakszofonommal, meg egy ilyen hátizsákkal, és leszálltam, és elintéztem, zettem valahogy magamnak, azt hiszem talán valamelyik rokonomon keresztül, a nagynénémen keresztül egy biztosítási ügynöki állást, majd felhívtam az állomásra a szüleimet, hogy én mostantól kezdve most már itt vagyok, ne aggódjanak, és biztosítási ügynök lettem, és beiratkoztam a postás zeneiskolába. Uh-huh. És ott kezdtem el tulajdonképpen így komolyabban szakszofonozni, Pap Józsefnél, aki egy nagyon komoly tanár egyébként, szóval örülök, hogy ott kezdtem el. De aki azt mondta egyébként, azt hiszem nem is tudom, egy vagy így valahogy éves tanulás után, hogy most már ne is menjek, ha nem vesznek fel a konzira, ne is menjek hozzá vissza, mert nem vagyok túl tanítható. Pap Józsefet említetted, ő nem egy kis név volt annak idején. Hogyne. Egy óriási névpont. Be tudnál esetleg mutatni az ő tanítási módszeréből valamilyen jellegű olyan, tehát hogy honnan indult? Mondjuk mit tanított meg először? Ahogyha visszaemlékezel erre, hogy tette a kezedbe a hangszert? Mi az, ami... Szakszofonon ezt most nagyon nehéz lenne nekem illusztrálni, mert az a lényege az ő tanítási módszerek egy hihetetlenül precíz ember, és mindenkivel szemben, önmagával szemben is, és mindenkivel szemben egy roppant igényes valaki. És borzasztó türelemmel magyarázott, hogy egy kicsit ilyen gyorsan beszél, és sose felejtem, mert mindig odaállt a hátam, és azt mondta, hogy Gyuszikám, arra gondoltam, Gyuszikám, hogyha most egy picikét, hogy jobban meghindítanád ezeket a hangokat, mert kérek szépen, ez így nagyon cserkész, ez a rettenetes, ahogy én most játszom. Szóval valami ilyesmi volt az ő tanítási módszere. És hát persze ebből mindig az ember úgy ment haza, mint a megvert kutya, mert azért az utolsó matokkal mindig elintézte az ember. De ez úgy inspirált is, hogy neki bizonyítsak. Szóval ez egy fontos dolog azt hiszem egy tanításban, hogy ha a tanárnak is, tehát nem csak önmagunknak akarunk valamit bizonyítani, hanem a tanárnak is. Be tudnám mutatni mondjuk egy olyan jellegű kötelező anyagot, amit kellett csinálni. Most, mit tudom én... Egy kottát kaptál, és akkor ez gyakorlatilag valamilyen szintű ilyen blattonás, ez van, illetve nem blattonás, hanem egy ilyen folyamatos ilyen. A legelső dolog, amit mindenkinek gyakorolni kell ahhoz, hogy szakszofonozzon, az a hangindítás. Tehát maga a hangképzés. Amíg nincs ugye egy sound, vagy nincs egy hangunk, addig hiába mozgatjuk az ujjainkat, nincs értelme. Tehát mindenkinek a kitartott hangokat
javasolja ugye minden olyan tanár, aki egy kicsit is ért ehhez. Pap Józsinál is így kezdtük tulajdonképpen, én is ezt tanítom. Uh-huh. És ezeknek hát az a lényege, hogy mégis szaxofonozzak valamit ebből. Kitartott hangot szaxofonozni nem is olyan egyszerű, ugyanis nagyon koncentrált és nagyon intenzíven, nagyon figyelni kell arra, hogy a hangindítás nagyon precíz legyen, uh-huh. és hogy az intonáció se a crescendónál, se a decrescendónál, tehát se a halk és se az erős részeknél ne menjen el, uh-huh. ugye, mert hajlamosak a fúvósok arra, hogy ha erősebben, tehát hangosabban fújnak, akkor ugye a levegő gyorsasága, ugye gyorsabb lesz a levegő, uh-huh. áramlik a csőbe, és ettől alacsonyabb lesz a hang, hogy és hogyha halkan fújnak, akkor pedig szorítanak egy picit a szájjal, és akkor magasabb lesz. Tehát ez egy ilyen szaxofonos betegség. Hát a rossz az ez. Ugye? Tehát ahogy erősödik a hang, lejjebb megy, most persze durván csináltam, de ez sok szaxofonos hajlamos ebbe a betegségbe esni. A stabilabb intonációra, aki odafigyel, és aki kialakít egy jó helyes hangzacot és egy jó hangindítást, az talán nem tudom, meg sikerül-e mutatni ott. Ez hiába halkul, hiába hangosodik, a hangmagasság az nyílegyenes, igen. És tartja. Tehát ez az alap, én is ezzel kezdem egyébként a tanítást, illetve egészen egyenes kitartott hangokkal, tehát ez az alapja a dolog. Amely hallottam olyan dolgokat, hogy a szaxofon tanár milyen volt, leszette a fúvókát, és azt kellett csak fújogatni, és hogy ez milyen mocsok dolog tőle. Igen. Aha. Jó, én azt javaslom neked, hogy most játszunk valamit. Bár ez egy nagyon merész dolog, mert mondjuk, hogyha egy nagy formátumú gitárosa, tényleg ez így eszembe jutott ez a dolog, hogy milyen érzés az egy szakcsú meg. Szóval van egy olyan kör, ami itt azért egy csomó nagyobb formátumú zenész között játszani. Uh-huh. Milyen érzés? Mennyire nyomaszt, vagy mennyire nem nyomaszt téged az, hogy jó, hogy te jól magad is, van egy háttérmunkát, tehát te is egy rutinos öreg róka vagy ebben a szakmában, uh-huh. de mégiscsak azért... Gondolsz. Szóval én bennem mindig folyamatosan az van, és csinálom ezeket a hangszertárgat én is, hogy jaj, most ebből beszéltem, abban még mindig bennem van az, uh-huh. hogy milyen emberekkel beszéltem. Ez mennyire folyásolja be a te játékodat? Hát semmiképpen nem nyomaszt. Uh-huh. Most hazudnék, ha azt mondanám, hogy amikor fiatal voltam, és amikor elkezdtem én ilyen kaliberű emberekkel játszani, én azt hiszem az első profi zenekar az életemben, az szegény Kovács Gyula zenekara volt, akkor valóban egy picit nyomasztott. Szóval olyan az emberben kétségek merülnek fel, hogy megfelelek-e a feladatnak, vagy egyáltalán, hogy később aztán Kőszeg Imrével játszottam. Uh-huh. Ott már kevésbé éreztem ezt, tehát ahogy azért pici rutin rakódik az emberre, vagy egy picit még a lovat is esetleg adják alá, hogy magabiztosabb legyen, bár mondjuk ez is egy veszélyes dolog, mert az a túlzott magabiztosság is nagyon káros. Uh-huh. De mondjuk egy ilyen egészséges önbizalomra szert tesz az ember, és ahogy múlik az idő, egyre nyugodtabban játszik ilyen emberekkel, és aztán eljut oda, hogy ez már nem hogy nyomasztaná, hanem kimondottan inspirálja. Tehát ez egy nagyon jó érzés, hogyha olyan krapekok ülnek körülötted, akikkel elég egy nézés, vagy akik rögtön tudják, hogy miről van szó, és tényleg a zenének, ami a lényeg, a játék, hogy ez a játék meglegyen, és felszabadult legyen, és öröm legyen. Jó, hát bízom benne, hogy most tőlem nem vársz el valami óriási gitárjátokat. Én csak megmondom őszintén, egy kis alapot próbálok nyújtani neked, ami... Nézd, az a lényeg, hogy te is örülj. És akkor, hát, ha öröm, akkor ez igen, a másik gombot is. Igen. Azt hiszem, azt is kell egy kicsit. Hát, hogy ez megszólal, akkor... Ez, azt a gomb. Aha, igen. Oké, köszönöm, hogy még egy kicsit feljebb volt, azt hiszem. Igen. Úgy ez volt, igen. Na. Szóval... Hát ez is hozzátartozik a zenekari rutinhoz, hogy az ember megfigyeli, hogy áll a másiknak az erősítője. Hát igen. Köszönöm. Végül is te vagy a rutinosod. Na, tényleg ne várj tőlem sokat, úgyhogy nem is magyarázkodom tovább, rendben jó? Rendben van. Most akkor tulajdonképpen az történik, hogy te csak úgy játszol. Igen. Én fülelek, és élvezem, és akkor én is játszom, ugye? Aha. Ez a... Körülbelül. A közös üljünk, rendben. Na. Thank you.
gyors hangolás. Mi lenne, hogyha néznénk valami konzervet, az élő adás varázsa. Néznénk valami konzervanyagot. És akkor behangoljuk. És akkor behangoljuk szépen, mert a meleget a gitárnak is meg kell szoknia. Oké. Okay. Jó? Thank you.
Hát a gitáris ember a meleg hatására egyszerűen fogta magát is elhangolódott, a hidegből behoztuk a melegre, de most bízom benne, hogy sikerül valamit összeállítanunk, bár ezt az óriási kontrasztot áthidalni csak Gyula lesz képes. Próbáljuk. Nagyon kényelmetlen volt? Hát kicsit az intonáció miatt, de hát végül is az ilyen. Uh-huh. Na. Attól még az öröm az megvolt. Mitől szól egy ilyen szakszofon? Mitől szól? Mi az, ami a hangmagasságokat egyáltalán mi teljesen kukák vagyunk, illetve hát ha szabad ilyet mondanom, kedves nézőnk, aki még esetleg nem látott szakszofont, az nyugodtan annak vallhatja magát, ebben semmi rossz nincsen. Mitől szól? Mitől döglik a légy? Miből lesz a cserebogár? Mi ez? Mi ez a cső? Hát ez egy darab réz, ötvözet vagy ilyesmi. Amitől szól, az talán, de nem menjünk ilyenbe vele, de az talán belül jön, de úgy, ha gyakorlatilag akarok maradni, akkor azt mondanám, hogy attól szól, hogy van rajta egy ilyen úgynevezett fúvóka, és van ezen egy úgynevezett náv. Uh-huh. És ennek a návnak a rezgése produkálja a hangot. Ezt a rezgést veszi át maga a test. Uh-huh. Igen. Itt éppen végig szánkázunk a hangszeren. Na most itt lejjebb mit látunk? Mert itt azért van egy-két ügy, ami... Ez itt lejjebb, ez az úgynevezett korpusz rész, ez így. Ezek itt a billentyűk, igen. Gyula, a másiknak mutasd ott a kettőset. Igen, hát ezek itt a billentyűk. Néző, azaz. És tulajdonképpen... Tehát ezek, hogyha betakarnak, bár hogyha... Ez egy légoszlop, tulajdonképpen az egész, amin ha nem lennének billentyűk, tulajdonképpen akkor ez egy rezgő test lenne, aminek vannak felhangjai. Uh-huh. Meg tudom mutatni neked, hogyha befogom az összes billentyűt, és nem nyomok le semmilyen más. Szóval ez most, ha az összeset befogom, ezt úgy képzeld el, mintha nem is lennének rajta billentyűk. Tehát mintha ez egy zárt test lenne, egy ilyen alakú rezgő valami, aminek a felhangjai, mutatom, jó? Thank you.
Ezt nehéz megszólaltatni, ugye? Hát ez igen, ez gyakorlás kérdése. Uh-huh. Ez az akusztikus skálának van ehhez köze. Uh-huh. Hát aki egy picit tanult zenét, az tudja ugye, hogy az akusztikus skálánál ugye először a nem tudom én, az oktáv szóla, meg a Queen, stb. Igen, és nem megyek végig. De lényeg az, hogy ez ennek a, tehát ez maga, ez a szaxofonnak a natur hangja. Uh-huh. Tehát ezeket a rezgéseket tudja produkálni, és ezeket a felhangokat. Uh-huh. Ettől más a hangja, mint mondjuk egy ugyanilyen hangmagasságban szóló gitáré például, uh-huh. és ugye mind a kettő ugyanazon a hangmagasságon szólhat akár, de mégis tök más a hangja, mert a felhangokban uh-huh. van eltér. Uh-huh. Mutassak még egy ilyet neked? Igen, légy szíves, mert itt eltűnöttem, hogy uh-huh. mégis mi lehet ennek, hogy próbáltam elképzelni, hogy mégis miről lehet szó, de mutass még valamit, és rögtön megvilágosodik szerintem. Uh-huh. Ez a legalsó hang, amikor végig megy egy levegő oszlop, és nem csinál semmit. Uh-huh. Ennek a felhangja, ez az úgynevezett átfújással lehet megfújni. Tehát ezt el tudnád játszani teljesen a test nélkül? Ezt a test nélkül nem, de billentyűk nélkül most eljátszom. Tehát teljesen most minden le volt takarva, és ez és most csak a felhangjai a szaxofonnak. ez hihetetlen. Na, egy kicsit megálltunk a zenekaraidnál, és az első zenekar, ugye ez a, most mondjad, az MG, nem? MB. MB. Molnár Béla, hogy Molnár valaki Béla. Nem ismeri. Én nem, nem értem, hogy nem ismerik, de Molnár Béla volt. Később, őtőlük esetleg valamit tudnál játszani? Ami olyan jellegű, hogy hát az inkább 70-es évek közepe. Hát igen, ez bizonyos 70-es évek közepe. Jó, menjünk tovább. Én nekem volt ott egy számom. Na. Amit én írtam. Uh-huh. Ami egy nagyon bonyolult és rettenetes komplikált szám volt, de hihetetlenül nehéz. Uh-huh. És a dallama is, szóval az tényleg egy olyan, hogy nem kívánom senkinek. Valami ilyesmi volt, hogy elpillanatok, kicsit keresgélek, jó? Jó, jó, jó. Ilyesmi volt. Na, mindjárt előadom neked. Uh-huh. De azon a hangon szeretnéd, ahogy annak idején játszottam, vagy a mostani? Nem. Tehát a mostani elképzelés. Pedig azon az eredet, szóval nem akarod az eredeti. Jó, legyen az eredeti. Játszottam eredetileg, de ez volt egyébként, gyakorlatilag ez a szám. Aha. Egy ilyen egész komplikált következő téma. Következő zenekar? A következő, szóval hamar túlugrottál ezzel, látom. Jó, igen, rendben, csak az idő rövidséget. Ugorjunk. A következő zenekar az a Kovács Gyula zenekar volt, akit már említettem. Uh-huh. Hát, hihetetlen élmény volt egyébként Kovács Gyulával együtt játszani, mert nagyon, szóval jazz személyiség volt. Uh-huh. Milyen felállásban játszott ez a zenekar? Dob, gitár, bőgő, szaxofon. Uh-huh. Csak egyedül szaxofonoztál benne? Igen. Uh-huh. Hát hihetetlen egyéniség volt. Kovács Gyula kiment a színpadra, és megtelt vele a terem, uh-huh. és még nem is csinált semmit már. Egy olyan varázsa volt, meg egy olyan hihetetlen szuggesztív egyéniség volt, hogy gyakorlatilag egyszerű dolgunk volt utána uh-huh. már bármit játszani. Uh-huh. Szóval az egy nagy élmény volt számomra. Aztán Kőszeg Imrével játszottam uh-huh. elég sokáig. Később aztán paralel játszottam Pege Aladárral és Kőszeg Imrével, ami nem egy kis feladat, mert időegyeztetések meg egyéb szempontjából. Uh-huh. Aztán
Pege után, azt hiszem, közben már én játszogattam hogy a saját zenekar Rozsdit, Vasvári Palival megismerkedtünk valamikor 10 éve, nem tudom hány éve, és akkor úgy elkezdtünk zenekar Rozsdit játszani. Később aztán összeálltunk a Pegét, azt igen, és akkor utána összeálltunk a Babos Gyuszival, és akkor utána megalakítottuk, nem is tudom hányban, de rossz idő memóriám van. Megalakítottuk a Magyar Jazz Quartettet a Vasvári Palival, amiben a Szakcsi zongorázott, a Jávori dobolt, a Vasvári és én. Ez egy olyan jó zenekar volt egyébként annak idején. Végül is műsorunk lényege egészen pontosan a zeneírás. Hogy ez a zeneírása? Köszönöm szépen. Működik ez a dolog? Bármelyik pillanatában tudsz zenét írni az életed bármelyik? Tehát nem. Vagy kell alvás egy... közben például. Alvás közben például, igen. De szóval viccen hát kívül... Nem mindig tudok. Ez tényleg nem akarok nagy szavakat használni, de szóval valamiféle ihlet kell, hogy legyen. Én ezért nem is írok például zenét úgy, hogy azt... Már többen úgy kerestek, hogy írjam meg ezt vagy azt. Én nem szeretek így megrendelésre, én nem tudok így. Vannak, akik tudják ezt csinálni így, irigylem is őket, és becsülöm, és csodálom. Én nem tudok így megrendelésre írni, szóval én főleg a saját zenekarunknak írok számokat, és csak olyan számokat írok le, ami érlelődik bennem, és úgy találgatom, és akkor attól úgy boldog vagyok. Értem. De attól nem lennék aztán boldog, hogyha úgy azt mondanám, most ezt írd meg, és akkor úgy nekem holnapra szállítanom kéne. Hát végül is egy mondatra sikerült az a dolog, ami miatt csináljuk ezt a műsort, a zeneírást, de én ezt nem bánom, mert én még szeretnék, én most égben a vágy, hogy szeretnék veled játszani, de nézzünk addig meg egy kis koncertanyagot újra, az inline-t, és akkor utána pedig addig tudunk készülni valamivel. Hát nézzük. Sikerül. Thank you.
összeállt a kis csapat, én nem tudom, hogy mi lesz ebből. Gyula meg fogja menteni a produkciót, biztos vagyok benne. Azt mondod, hogy még meghallom? Jó, rendben. Jó. Nekem legalábbis. Aha. Viszont te nagyszerű voltál. Na, beszéljünk az inline-ról. Beszéljünk. Az inline-ba, illetve az inline zenekar a te szerzőményeidet adja elő csak? Nem. Vagy abszolút nem? Abszolút nem. Az inline zenekarban tulajdonképpen sok szerző van. Vasvári Pali barátom, aki a Tóth Gyulával közösen komponálja a műveket, erősen benne van ebben, illetve nagyon sok számot írnak. Én is elég gép, most már benne vagyok, egyre több számot írok én is, de amikor Szabcsi Lakatos Bélával játszom, akkor az ő számait is játszok, ő is erősen benne van. Uh-huh. Benne van még egy ember, akit nagyon szeretünk, és akit úgy hívnak, hogy Szezsimi Debszki. Ő egy lengyel hegedűs, akivel már két lemezt is készítettünk, és aki egyébként ma már nem is nagyon hegedül jazz, csak a mi kedvünkért, mert a lengyel klasszikus zenei életben tevékenykedik, az egyik legnevesebb karmester most Lengyelországban, és a londoni szimfonikusokat vezényi, majd átugrik ide, játszik velünk egy jazz koncertet, marha jól érezzük magunkat, és aztán átugrik Párizsba, és nem tudom én. Szóval egy ilyen világutazó ember, de imádjuk, és ő is gyönyörűeket ír. Annak idején kiket hallgattál, hogy elindultál ezen a pályán? Gondolod, valamilyen zenekar azért csak hatással volt a zenédre? Hát sok. Végül is egészen a kezdetek kezdetén valahol rockzenén nőttünk fel, minden fiatal vagy kamasz ember. És hát ezeket a... Én nagyon szerettem a soul zenét. Uh-huh. Nagyon szerettem a blues zenét. Tehát én... szerettem a progresszív rockot később. És aztán valahogy a progresszív rockból fordult ez ide a jazz felé, valahogy egyszer csak. Nem is tudom, hogy. Hát onnan már nem nagy ugrás, mert... Nem, igen. Ha, emlékszem, volt például egy szakszofonos annak idején, akit nagyon szerettem, úgy hívták, hogy Gato Barbieri. Uh-huh. Nagyon szerettem, de hát persze aztán később jött Coltrane. Tőle tudnál valamilyen
nótát, hogy biztos leveszegettél vizet. Hát, nem most így hirtelen nem ugrik be. Elég régen hallgattam őt, és így konkrét nótát nem tudok. Azt úgy tudom, hogy körülbelül hogyan fújt, de tudod, őnek rettenetes ez a spanyol szíve. Uh-huh. Vagy dél-amerikai, vagy nem tudom milyen szíve volt, és az a vibrátó, és az a melegség, és az átfűtöttség azért nagyon nagy hatással volt rá. Uh-huh. Uh-huh. Olyan szép ez a zene egyébként, amit most hallunk. Ez is hát a például benne van, ahogy hallgatom így most magamat, és azt hiszem, ezt fel kell vállalni mindenkinek. Ebbe azt hiszem, hogy látod, az a hatás is benne van egy picit. Uh-huh. Picit olyan, ez egy olyan zene, amiben érzelem dúsnak kell azt hiszem lenni, vagy nem uh-huh. tudom. És én próbálom ezt, és azt valószínűleg adnál jön, hogy annak idején többek között a Barbieri-t is hallgattam. Uh-huh. Mik a terveitek? Már azért mondom, hogy terveitek, mert az inline uh-huh. és a te pályafutás úgy szorosan egybe igen. Kor. Hát több tervünk van. Most minden esetre készülünk tulajdonképpen két lemezre is. Az egyik ezzel az említett Debszky barátunkkal. Uh-huh. A másik pedig talán többek számára ismert a Spyro Gyra zenekarnak a vibrafonosa, a Dave Samuels, akivel most már lassan másfél éve érik egy közös lemez, mindig uh-huh. faxolunk egymásnak, telefonálunk, főleg Vasvári Pali, és írják közösen a számokat, illetve Samuels is írt már, meg mi is, szóval most már csak tényleg pénzkérdése a dolog, hogy összejöjjön, de reméljük, hogy összejön. Uh-huh. Tudnál játszani te magad szólóban, gitár minden nélkül, olyan művet, ami önmagáért beszél? Esetleg, bár most bedobtalak így előadásban a kútba, uh-huh. vagy a vízbe, de kíváncsi vagyok, hogy kivágod-e magad. Mert azért mondjuk ez lenne a legszebb zárszava ennek a uh-huh. beszélgetésnek és egyáltalán a műsornak, hogy te játszd, és te legyél is a szakszofon. Hát szívesen eljátszanék egy balladát. Oké. Okay. My One is Only Love, ez a címe. My One and Only Love, pontosabban. Megpróbálom. Halljuk. Mm-hmm.
Köszönjük. Hölgyeim és uraim, ez volt a hangszertár. Azt hiszem, hogy sok mindent megtudtunk, nem csak a szaxofonról, hanem Csepregi Gyuláról is, és arról, hogy én milyen gyengén gitározom, ő viszont milyen nagyszerűen szaxofonozik. Hát már is okosabbak lettünk. Kívánok minden jót mindenkinek, ez volt a hangszertár, viszontlátásra.